a műsor kiemelt partnere a marosugrai Haller Kastély szálló. Egy szakma olyan, mint egy ízletes étel. Mindkettőhöz kell néhány minőségi összetevő, de vajon mi lehet a recept? Kiderül egy jó beszélgetés és néhány ingyenc falat mellett. 11 szakma, 11 mesterélményeink keresztül. Az internet tele van olyan cikkekkel, amelyek azt taglalják, hogy hogyan is lehetünk írók. Hogy valóban megtanulhatunk-e ezekből írni, azt kétlem, hiszen azért a jól meggondolt útmutatók mellett még szükségünk van némi velünk született készségre és képességre is. De vajon mitől lesz valaki író? Mennyire nehéz jó témát választani? Mi történik akkor, hogyha szembesül azzal, hogy a megírt regény nem sikerült jól? És ami a legfontosabb, kezdhet-e egy író devel egy mondatot? Ma egy íróval beszélgetek bizonytalanságairól, kétségeiről és persze sikereiről. Tartsanak velünk! Vida Gábor író, a Látó Szépirodalmi folyóirat főszerkesztője, akinek az Egy dadogás története című könyvét idén a Merítésdíj zsűrije az évtized könyvének választotta. Kétségtelenül a kortárs magyar irodalom egyik kiemelkedő képviselője ő, akivel az írói létről, ennek kihívásairól, dilemmáiról és szépségeiről fogok beszélgetni, természetesen a saját életútján keresztül. Itt vagyunk a Haller Kastélyban, és köszöntelek téged itt ennél a csodálatos asztalnál. Köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy elfogadtad. Amikor beszéltünk és egyeztettünk, megkértelek szépen, hogy adj nekem egy ételt, egy alapanyagot, valamit, amin elindulhatunk az itteni szakácsokkal, hogy azt tegyük, amihez neked valamiféle történetet fűződik. És te azt mondtad nekem, pontosabban írtad egy e-mailben, hogy a hal lesz ez az alapanyag, amit választasz, azért, mert bőjt van, holott te nem katolikus vallású vagy. Na miért halat fogunk enni? Alföldi ember is vagyok, tehát azért a ponty, meg a rendes halászlé, meg a rántott ponty, meg azért a csuka, meg harcsa, meg stb. Tehát ezekről elég sokat tudtam, vagy elég sokat jártam horgászni, különösebb eredmény nélkül. Tehát, és hogyha bőjt, akkor igen, mert itt nem tudom, valahol olvastam, hogy elkezdődött a bőjt, bár igen, én nem vagyok katolikus, de elég sok olyan, főleg idősebb nénit ismertem, aki akár református volt, akár unitárius volt, köszönjük szépen, attól még ezt a bőjti időszakot, vagy akár a pénteki bőjtöt is tartották. Pedig már azokban a falvakban, ahol én ezzel találkoztam évszázadok óta, mindenki református volt, vagy protestáns. Igen, azért nagyon sokan tartják ezt a bőjt időszakot, vallástól függetlenül, még most divat is egyébként is, így az egészségünkre figyelve. Igen, ez most visszatért, hogy igen, akkor kiderült, hogy volt ebbe. Ezt ugye régen azért nagyrészt azért tartották, mert ugye elfogyott az a disznóság, és akkor ilyenkor úgy megfogyatkozott az az étel, és még amit ugye tároltak és elraktároztak, füstölt húsok meg, azokat nem vették elő, mert a tavaszi munkák vagy a nagyobb fizikai munkák még nem kezdődtek el. Tehát a nagyapám azt mondta, hogy a friss szalonnát akkor szabad megkezdeni, amikor megszólal a kakuk. Igen, vagy. De amikor megszólal a kakuk, akkor lehet, akkor nagyjából virágzik a kökény meg a szilvafa, akkor lehet a kukoricát vetni, és egyáltalán benne vagyunk abban az agrár folyamatban is. Aminek ugye megvan a maga vallási jelentése is abban, hogy mikor mit esznek.
Hát itt kaptunk közben egy csodálatos tálat, azért én ezt elmondanám közben, hogy itt lesz vajhal, majd, hogyha megkóstolod, lesz lazac, van egy ilyen citrusos mártás, és persze itt a zöldségek, és hát egy rákot is van kaptunk. Van benne garnélarák is, brokkoli is, szóval minden van ebben, látod, tehát hagyományos erdélyi. Igen, ez egy hagyományos erdélyi étel lesz, hát te kérted. De azt mondtuk, hogy hal, és rábíztuk a szakácsra, hogy mit készítsen, és én azt mondom, hogy tényleg fenséges a tálalás, és minden csodálatos, biztos, hogy nagyon fog ízleni. Kóstold meg nyugodtan, és én közben azért kérdezlek téged még majd az étkezésről azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos neked az étkezés. Tehát megadod a módját, leülsz, gyertyát gyújtasz, kitöltesz egy pohárbort, és úgy eszel, vagy csak gyorsan munka közben, két sor közben valamit befasz? Hát ez attól függ, ugye, mert nekem az alapételem a szalonna. Aha, igen. És szokott lenni bicska is nálam, de most nem hoztam, mert azért mégis pedig jó lett volna, látod, csak egy úri kastélyba jöttünk. Megleptelek tehát, volna, ha azt mondom. Hogy nem, tehát, hogy nincs ezzel semmi gond. Én azt gondolom, hogy te csak félét szeretek enni, vagy ugye sokat ettem kantinban, dolgoztam 2 évet konzervgyárban, de Vágóhídon is dolgoztam, mindent láttam. Jaj, már a konzervgyárat mondtad, de jó, hát a lecsó, az a bizonyos igen, lecsó. Igen, hát az egy őszi, tehát most hiába rendeltünk volna, mert az csak konzerv, és úgyis azt, amiről a könyvben írok, hogy nagyon finom lecsót főztünk, azt elküldtük az NDK-ba, tehát bele is bukott Németország, tehát hogy megoldottuk a szocializmus problémáját, úgyhogy... Egy jó idényi zöldséggel meg lehet ezt oldani. Igen, mert mondjuk nekem ebben az egész történetben ugye az maradt meg, hogy akkor nagyon jól belaktatok, és az egy nagyon emlékezetes lakoma volt számodra. Volt-e azóta egyébként még ilyen, amikor azt mondtad, hogy na ez megmarad, egy olyan élményed étellel kapcsolatban? Volt egy ismerősöm, akinek hiszem az édesanyja Oroszországból származott, és én nem tudom, honnan szedtem elő azt, hogy én scsítak. Valamilyen orosz regényben olvashattam, hogy a scsít, és mondtam, hogy akkor adjon nekem egy jó scsí receptet, ez az orosz káposztaleves, amit zöldséggel is ilyen marhahús alapra, meg nem tudom, hogyan főznek, és vajba párolják a káposztát. És azt hiszem, hogy amikor először főztem azt úgy, hogy akkor belevágtam, akkor az nagyon-nagyon jó sikerült. Mm-hmm. Ugye először nagyon jó sikerült, az ember nagyon bátor, és érdekes módon nekem a második főzés, amikor azt gondolnám, hogy az nagyon jó lesz, akkor kiderül, hogy hát, hogy valahogy nem, múltkor jobb volt. De hogy aztán igen, meg kell szokni azt, hogy mit, hogyan. Tehát, hogy Gábor, most megleptél, tehát akkor szoktál főzni? Igen, persze. Szeretsz főzni, igen, ahogy hallom, és akkor ezek szerint meg is gondolod, hogy mit főzöl. Tehát megtetszik valami, hallasz róla, kísérletezel? Hát ez egy ilyen, ugye a magyar férfi mit szeret főzni, rántottát. Igen, lecsót. Meg a szalmakrumplit. De aztán én néha bele szoktam vágni egy-egy olyan dologba, amit jól olvasok, vagy amiről hallok. Tehát akkor nem mondhatjuk, hogy csak hagyományos olvasok. Ízek. Tehát, hogy ugye én nagyon sokat voltam konyhaszolgálatos internátus korom, meg a hadseregben is, meg konzervgyár, tehát azért az alapokat tudom. Szép lassan én arról kezdek beszélni és kérdezni téged, amiért tulajdonképpen ide jöttünk, és ehhez pedig lesz egy puskám így utólagos engedelmeddel, mert hogy én elhoztam az Egy dadogás története című könyvedet, és nagyon szeretném, hogyha a mai beszélgetésünk kapcsán megengednéd, hogy néhányszor idézzelek ebből, aztán majd reflektálnál rá, mert e kapcsán fogok kérdezni, és hát elsőként azt hiszem, hogy az írói létről kell kérdezzelek, mert hát sokan kíváncsiak, és itt rögtön már is hozok neked egy idézetet arra, hogy hát az ember mitől is lesz író, vagy mi készteti arra, hogy író legyen, és ehhez írtál itt a könyvben egy pár sort, engedd meg, sose tudtam apámnak elmesélni, hogy mit jelent az íróság. Magamat sem volt könnyű erről meggyőznöm, hogy az vagyok, pedig gyerekkoromtól erre készülök, és itt persze folytatódik a mondat, nem olvasom végig, hát miért is lettél író, mi késztetett erre? Nem tudom. Vagyis tudom, de tehát ugye vannak erre mindenféle magyarázatok. Ideig, óráig. Például az, hogy nagyon erősen dadogtam iskoláskorom, középiskolában, de még az egyetemen is. És akkor ez kiderült, hogy tanár nem lehetek, az irodalom érdekel, és az írásban való kifejezés az nekem könnyű. Tehát egész
korán jó fogalmazásokat írtam, vagy ez nem, ugye leültetik a gyereket, hogy na akkor kell írni egy oldalt a barátnőm szőke hajáról, vagy a kedvenc lovamról, vagy nem tudom miről, és akkor a gyerekek harmadik A-val kezdődő mondat után leblokkolnak, mert neki nincs mondat. Na, nekem volt. Ez nem volt így probléma. Lehetséges egyébként, hogy ez összefüggött azzal, hogy ez egy jó kifejezésmód volt, hiszen a beszéded hibás volt. Az, hogy, hogy írni, hogy ez jó dolog, amikor én leülök és azt a fogalmazást egyszer megírom valami fajta piszkozatba, és átírom, és ott rakom a szavakat, és egyáltalán, hogy ez egy számomra felolvasható szöveg legyen. Tehát a régebbi fogalmazás tanításban volt egy olyan is, hogy akkor nem tudom, volt egy fogalmazás füzet, ezt a tanítónő, tanárnő bekérte, és akkor elolvasta, adott rá jegyet, meg kijavítgatta, és akkor mondta, hogy na, nem tudom, a legjobbak, akkor olvassák fel. És azt fel kellett olvasni. Na, és az nekem nagyon nehezen ment. Tehát a saját szöveget felolvasni, azt is nehéz, amikor az ember dadog. Viszont igyekeztem, azt hiszem, egy olyan jól olvasható szöveget írni. És ez mennyire volt akkoriban tudatos, nem emlékszem, de azután igen. Tehát, hogy el is szoktam mindig mondani azoknak, akik prózát írnak, hogy olvasd fel egyszer hangosan a tükör előtt, és akkor ahol nehéz azt kiejteni, és ahol elfogy a levegő, ott valami baj lehet a gondolattal is. Középiskolás koromra, amikor a magyar órákon ez már bejött, hogy én nem tudom, tudok fogalmazni, vagy ez nekem könnyű, vagy egyszerű, akkor ette a magyar tanárnőm a fejemet, hogy menjek a tantárgyversenyre, én nem akartam, mert az hétvégén volt, meg untam én azt az elkutyavegyét vasárnapra. És aztán egyszer elmentem, meg is nyertem a megyei szakaszt, akkor elmentem egy országos, és akkor rájöttem, hogy de hát én irodalommal fogok foglalkozni. Tehát, hogy onnan az világos volt, hogy én ebben, nyilván nem leszek színész, nem leszek előadó művész, vagy tanár se, ugye. Tehát, nem, mert ugye az, tehát most is van azért, tehát azt, hogy én most persze itt fecsegek, meg mondok mindenfélét, de azt nem tudom, napi 4-5-6 órában egy osztályban azt a fajta jelenlétet és szemkontaktust és beszédbe, tehát azért csak van egy-egy megbicsaklás, csak van egy-egy szótag is, azonnal kiszúrják a gyerekek, úgy röhögnek rajta, mint az állat. Tehát nem lehet őket, vagy nagyon nehéz ez, tehát nem lenne jó az, hogyha én tanítanék. Tehát ez mindenképpen megvolt, hogy én nem akarok tanár lenni, akkor nyilván mi lesz? Hát valamit írni kell, vagy könyvtárazni, tehát ez a két dolog maradt ebből. Milyen jó, hogy ezért volt ehhez tehetséget, hogy írjál, és akkor így nem kellett a könyvtárba menned neked. Azt is nagyon tudnám, tehát az is jó lenne, tehát hogy nagy könyves polcok között ülni csendben és jegyzetelni, és azt venni le a polcról, amit az ember akar, az nem is... De ezt még mindig megteheted otthon. Hát persze, hát végülis azzal foglalkozom tulajdonképpen. Gábor, most már el tudnád mondani, hogy mi az az íróság? Igen, tehát Eszterházy Péter idézte Thomasment, aki valószínűleg idézte Goethét abba, hogy író az, akinek az írás probléma. Tehát, hogy tudom, szöveget tudom, be kell fejezni, hogy el kell kezdeni, be kell fejezni, ki kell találni, meg kell csinálni, és tovább kell adni, hogy na, akkor tessék, itt van. Ez egy novella, ez egy esszé, ez egy regény, ez egy nem tudom micsoda tanulmány, és akkor igen, író az, aki ír szöveget, hoz létre, és odaadja másnak, hogy tessék, légy szíves, olvasd el, nézd meg, találj benne hülyeséget, hibát, vagy tapsolj, vagy örülj neki, vagy mondjad azt, hogy igen, te vagy a zseni. Egyszerűen ez így, azt gondolom, hogy... Te mikor tekintettél magadra először íróként? Nem tudom, nem volt ez akkora probléma. Tehát a 70-es években, vagy lehet, hogy még a 60-as években, főleg itt az erdélyi kulturális vagy irodalmi sajtóban, Mózes Attilának van jó néhány interjúja, amiben elég sokat elmélkednek azon, hogy ki az író. Akinek van már könyve, vagy nincs könyve. Akinek két könyve van, akinek van egy jó könyve, de van két rossz könyve, akkor az író. Tehát, hogy van egy ilyen státusz probléma, ki az író. És ez egy ideig zajlott, és nem tudom, valahogy azt hiszem, hogy a 90-es évektől, hogy engem ez már igazából nem érintett. Nem tudom, megjelent az első kötetem, vagy nem tudom, megjelent néhány novellám,
különböző lapokban, Erdélyben is, Magyarországon, és azt gondolom, hogy ezzel így nem kellett sokat foglalkozni. Nyilván az, amikor az embernek megjelenik az első kötete, akkor már azt egyszerűbb azt mondani, hogy mi is vagy, te író vagyok, megjelent egy könyvem. Van egy ilyen gonoszkodó mondás is, hogy első kötet mindenkinek jár. Megfogott egy mondat, és itt megint, bár ezt egyébként most engem fogunk megírni, nagyon nem is kell puskázzak, mert így a fejemben van, azért ez egy nagyon merész gondolat. Most engem fogunk megírni. Merész, bátor, hát azért az ember nem sűrűn szeret magáról írni, ennyire nyíltan, ennyire igazat. Inkább megpróbálják elrejteni a családi viszonyokat, a családi titkokat, és te mégis hajlandó voltál ezt leírni. Miért érezted úgy, hogy ezt papírra kell vetned? Hát azt gondolom, hogy el is jött ennek az ideje. Tehát, hogy ugye, menjünk vissza kicsit. Írtam én egy regényt Trianonról. Ez a korábbi könyvem, 13, az Ahol az ő lelke, ahol ugye nem tudom, hogy kinek mennyire nyilvánvaló, most már ezután nyilván, hogy ott is van néhány markáns figura, akik az egyik a nagyapám, a másik a nem tudom ki, és egyáltalán, tehát föl lehet ismerni azt a fajta struktúrát, ami ebben ki van fejtve. És utána a barátaim többen elkezdték mondani, jó, akkor írja meg a második világháborút is, mert azután meg az jött. És rájöttem, hogy ugyanazok az emberek, és ugyanazok a sztorik, vagy ugyanazok a lelki problémák jönnek velem szembe. Uh-huh. És azt meg már untam. Uh-huh. És akkor, na erre szól ez a mondat, hogy és akkor... Ha ugye mindig ugyanaz jön szembe, mindig azok a sémák, mindig azok az arcok, azok, akkor ezeket most egyszer intézzük el. És meg kell ezekről mondani mindazt, amit tudok, és az lett ez a könyv. Mondjuk persze ezek a dolgok engem nagyon régóta foglalkoztatnak, én is ezeket nagyon sokaknak meséltem. Ez gyógyulás is neked? Igen, ez egy terápiás folyamatnak a befejezés. Ilyen, és nem biztos, hogy pontosan idézlek, hogy amit nem fogalmazunk meg, az arról nem is tudunk. Tehát, hogy meg kell fogalmazni azt a problémát, azt az érzést, azt a történetet, azt az emléket ahhoz, hogy úgy realizáljuk, hogy igen, akkor én ezt éreztem, és miért. Hát ugye, amikor a 90-es években elkezdődött ez a nagy filmes tévés korszak, hogy mindenki vehetett fényképezőgépet, meg kamerát, akkor azt gondolták az emberek, hogy ha nem is tudok beszélni, azért csinálunk róla egy filmet, mert ott lefilmezzük, és akkor azon is kiderült, hogy nem. Tehát amit nem gondolunk végig, amit nem fogalmazunk meg, amit nem rakunk össze magunknak, az úgy csak úgy lebeg, arra csak azt gondoljuk, hogy tudjuk. Amit el tudunk mondani, azt biztosan tudjuk. Uh-huh. És van ott még nagyon sok minden a háttérben, és a tarkunk mögött, és a fejünkben, amit nem tudunk elmondani. De amit elmondtunk, az úgy megvan. Igen, tehát ez egy ilyen terápiás dolog is volt, ez a könyv, ahogy ezeket így írtad. Na, de mit szólt a család? Akikről szó van? Már akik elolvasták, ugye, hogy édesanyád meg fog verni téged, igen, az Isten, ha ilyeneket. Igen, is. Imádtam. Tehát, hogy... Ugye ez a... Na, fiam. Erdélyben azért egy kicsi... Ugye ezt sem én kezdtem Erdélyben. Tehát nekem azt hiszem az egyik nagy filmélményem az a Kincses Réka, a Balkánbajnok című filmje volt, ahol szintén ott is volt egy probléma, vagy nagyon sok probléma volt, leült a szüleivel és egyáltalán azokkal, akikben az egész vásárhelyi történetben érintettek, és megpróbált elbeszélgetni, és abból lett egy film, hogy akkor miről szól ez a Március meg az ő történetük, és azt hiszem, hogy az egy ilyen határátlépés volt abban, ahogyan Erdélyben magunkról, családról, kapcsolatokról, összefüggésekről, politikáról beszélünk. És az nekem egy nagyon, mondjuk én elég jól ismertem Kincses Rékát, közel mindig is jóban voltunk, tehát. És igen, azt gondolom, azért fontos dolog volt, és hogyha az embert egy ilyen családi hóbelevánc nyomasztja, mert volt ott mindenféle dolog, akkor nézzünk ebbe bele. Igen, előtte voltam egy terápián, amikor mindenféle bajom volt már, és akkor ott ezt egész jól sikerült végig, tehát azért egy pszichológussal végigbeszélgetni ezeket a dolgokat, az nem egy túlfelem, tehát az egy, főleg az elején az ember úgy érzi, hogy most itt be fog alatta szakadni a föld.
A másik ugye az, hogy ha minden tabu, akkor gyakorlatilag bármiről beszélünk, minden mindig elefánt van a porcelánboltban. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát ezeket le kell írni, el kell mesélni, és mindig, amikor valamit végig gondoltam, vagy valamit elmeséltem, vagy megírtam, akkor azért én annak utána néztem. Tehát nem csak úgy van az, hogy akkor én mesélem azt, amire emlékszem, hanem azért egész sok társadalom történeti, vagy kultúrtörténeti, vagy nem tudom, főleg ott a Székelyföld kapcsán, meg a Biblia, meg az egyház, meg a vallás, minden azok, azért ott én azért nagyon sok mindennek utána jártam. Ha nem is a családi levéltárban, mert ott nincsen semmi, vagy pontosan a nehéz és kényelmetlen dolgokról nincsen semmi, de hát ugye máshol azért van minek utána járni. Igen, hát ott előző házasságok. Igen, tehát na most ugye ez egy hihetetlenül érdekes dolog, hogy gyakorlatilag ezt az erdélyi, vagy tulajdonképpen a magyar társadalmat érintő nagyon mély és nagyon súlyos kérdésekről alig-alig lehet beszélni. Ugye Trianon kapcsán csak arról beszélünk, ugye, hogy 1920-tól 89-ig mindig valahol cenzúra van. Tehát sose lehet az egész történetet elmesélni, és ez megnyomja egy egész közösségnek a fejét abban, hogy mikor is, miről is lehet beszélni. Ahogy már így a tabuknál tartunk, azt hiszem, hogy ezt is meg kell említsük, hogy azért te rengeteg olyan tabu témát vetsz papírra, és itt nem csak a saját családoddal kapcsolatban, amitől azért az írók legtöbbje írtózik, vagy talán most kezd azért divat lenni, ez a családon belüli erőszak, az alkoholizmus. Tehát ott van az a mondat, hogy ugye nagybátyám alkoholista volt, de hát erről senki nem beszélt, vagy ezt itt senki nem fogalmazta meg. Hát ugye ez is azért egy elég tabu döntögető dolog. Miért gondoltad azt, hogy ezeket le kell írni? Szerinted kötelessége egy írónak ezeket leírni? Bemutatni? Hát ez a történetet, tehát nekem is meg volt a jegyességem az alkohollal, tehát pontosan tudom, miről beszélek. És hogy mekkora baj az, hogy erről nem. Tehát ugye ez a nagy pálinka kultusz, amiben élünk, meg a nagy sör kultusz, amiben élünk. Kár, hogy bort igazából nem reklámoznak soha, de hát, hogy mondjam, tehát igen, a mai magyar erdélyi társadalom, aki 10-15%-a bőségesen alkoholista, és ez már lassan így van 100 éve. Tehát nem tudom, hihetetlen károkat okozunk magunkkal, azzal, hogy nem tudunk erről beszélni. Se az, aki iszik, se az, akit bántanak amiatt, hogy az van. És ugye az, aki folyton ellene prédikál, azoknak is jó lenne átgondolniuk azt, hogy tulajdonképpen hogyan is lehetne segíteni azokon az embereken. Az írás folyamata, ami viszont egy nagyon érdekes téma még nálad, nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor hogyan is működik ez. Erről is eszembe jut rögtön egy rész, amikor arról mesélsz, hogy hát ugye amikor megírod azt a bizonyos könyvet, akkor belelépsz abba a világba, akkor azt a világot éled, akkor éjszaka is azzal álmodsz. Hát ez a világ, amikor megszületik, akkor ez milyen hatással van a valós életedre, az akkori világodra, a jelen világodra? Hülye vagyok, amikor írok. Tehát, hogy nem tudok részt venni abban, ami történik. Nem ott vagyok. Vagy persze ott vagyok, de például azt is észleltem múltkorjában, hogy nem jó forgalmas úton biciklizni, mikor én valamit fogalmazok. Nem látom az autót. Jó, hogy az autósok se látnak engem általában. Tehát van már lámpa, meg világító mellé, meg minden nem látnak, de én látom őket. Amikor normális vagyok, amikor valami nagyon intenzíven gondolkozom, akkor tompul ez a figyelem. Úgyhogy inkább ilyen erdei séták azok a nagyon jók, amikor nem kell foglalkozni a külvilággal, de hogy napokra el tud vinni úgy, hogy nem az, hogy nem tudom, hogy hol vagyok, mert de igen, tehát az egy másfajta tudatállapot, egy másfajta érzelmi világ. Tehát, most én már ugye nem játszom el azt, amit írok, meg nem lövöldözök nyíla, meg nem haigálok bal, tehát mint mondjuk gyerekkoromban, de igen, tehát azért beleélem magamat abba. Főleg akkor, amikor ugye nem magamat mesélem, és nem magamat írom, hanem föl kell építeni egy figurát.
egy olyan embert, aki nem én vagyok. Most már ugye pontosan ezért a könyvért eljutottam oda, hogy olyan dolgokról is tudok írni, ez volt ennek a nagy hatása, amit nem én éltem meg. Igen, ezt az elején. Tehát más dolgokkal foglalkozom, olyan személyek, akiket nem ismerek olyan jól, tehát őket is nyilván föl kell építenem, és most tulajdonképpen ez sokkal könnyebb. Tehát most már azt gondolom, hogy amivel most foglalkozom, az már nem én vagyok. Tehát már az sem igaz, mint ezekben, a régebbiekben szoktam mondani, hogy mindaz, ami szép és jó, az én vagyok, s a többi az ti. Tehát most már nem. Tehát azt gondolom, most már nekem is vannak sötétebb oldalaim. Milyen dilemmákkal kell szembenézni írás közben? Nem tudom magamat egyszerre kívülről is látni, meg benne is lenni abban. Tehát nem tudom magamat megfigyelni. Vannak, akik megtudják, de én nem tudom. Ugye ezt terázi minden mondatra, vagy minden passzusra reflektál, hogy meg ott eljátszik ezzel, én ezt nem igazán tudom csinálni, meg valószínűleg nem is akarom. És akkor ugye most a következő, vagy nem tudom, azzal, amivel most foglalkozott, van egy ilyen fura tapasztalatom, hogy ugye azt, hogy az anyám ezt mondta, vagy az apám azt mondta, vagy a nagyapám, vagy a nagyapáim, ugye 1000 nagyapám van körülbelül, de most azzal a mondattal kezdeni, hogy a nagyapám, azzal nem lehet. És hogy ki vagyok én, aki beszél. Ezzel sokat kellett dolgoznom. És akkor kitaláltam egy olyat, most nem tudom, hogy ez hogy fog működni, de hogy aki beszél, az a hálátlan utókor. Aki pontosan tudja, hogy mi kellett volna ott történjen, de nem az történik. És akkor ezzel játszom, hogy én vagyok a hálátlan utókor, ugye. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni. De most már könnyebb persze, mert ugye nagyon sok mindent olvastam, és akkor ez nem is az a kérdés, hogy mit írjak bele, mit hagyjak ki. És ugye azon gondolkozom nagyon sokat, hogy ha most én ugye a 30-as évek Romániájáról olvasok, és ezzel most már elég sokat foglalkoztam, viszont az olvasó majd, aki leül olvasó, meg semmit nem tud arról a 30-as, hogy mi az, amit feltétlenül oda kell tenni, nem tudom, a király diktatúra például 1937-ben, vagy 38 tavaszán intézményesítettek, abban ott néhány egészen furcsa dolog. Én ezeket tudom, mert utána jártam, de aki nem járt utána, nem tud róla semmit. Mit kell neki csalétekként, vagy kapaszkodóként, vagy nem tudom, oda tenni feltétlenül, amiből képet alkothat arra, hogy milyen például egy falusi bíró, akit kineveznek ugyan, hogy nem tudom, most ez is ez van, ő van funkcióban, és 3 hétig nem kap egyetlen utasításra, jó, akkor most ő a főnök, de mit kell csinálni? Tehát mindegy, tehát most vannak ilyen-szerű dolgok, amiken elég sokat rágódok. Ezért nem szabad biciklizni ilyenkor. Igen, tehát teljesen el vagyok, 1938-ban vagyok. Igen. És lehet majd úgy köszönök egy román csendőrnek, hogy szatraíts. De nem vagy ott azért, mert nekem azt mondtad, hogy tegeződjünk. Inspiráció. Azért egy költőnél, egy írónál mindig kíváncsi az ember arra, hogy honnan inspirálódik, mi ihleti meg, hol töltekezik fel, hol gondolkodik. Most ugye másodszor hallom tőled a biciklizést, illetve azért van ez a vasúti töltés is, ahol te gondolkodni szoktál, vagy az Kisjenőben volt, amikor az a bizonyos, ott, igen. Hát de hogy minden megvannak, gondolom, azok a pontok, amikor dolgozik. Pihen is, vagy feltöltődik is, vagy dolgozik is, nem tudom, hol függ ez össze. Mert ugye neked még a munka is itt zajlik, tehát nagyon nehéz így a kettőt, gondolom. Hát ugye nekem nincs kötött munkaidőm, ugye a szerkesztőség az szerkesztőség, tehát. És akkor az ember ilyenkor be van kapcsolva reggeltől estig. Tehát nincs. És akkor elkülönítem én azt a... Na most ugye volt itt lezárás, meg van, meg még lesz. Kint lakom falun, ott tényleg csend van. Amikor olvasok. Most vásároltam internetesen egy csomó szakirodalmat, ami hiányzott. Az kikapcsol. Hát akkor abba vagyok. Tehát én egész nap tudok olvasni, el is felejtem, enni se kell. Tehát ha nem szólnak, hogy egyek, akkor azt is el, nem vagyok éhes se, semmi nem. Tehát nincs, így abban marad a világ. Tehát. És ez különben lógásnak is nagyon jó. Tehát ez a dokumentálódom, ez a lusta író, igen, mit csinálsz, dokumentálódom. Tehát
végtelenül lehet. Tehát azért a 30-as, 40-es, 50-es évekről, tehát végtelen szakirodalom van, csak a használható és a jól elkészített és jól végiggondolt munkák is írdatlan mennyiséget ölelnek fel. Még az a szerencse, hogy nincs egy jó román digitális könyvtár. Tehát van, most is volna egy 20 könyvem, amihez vagy Bukarestbe, vagy Kolozsvárra kellene utazni. Azt hiszem, ezeket ki fogom hagyni most. Tehát, hogy annyiból kell dolgozni, amennyi van. De nagyon érdekel különben. Volt egy ilyen, hogy amiben egy kicsit egy pillanatra bele is zavarodtam, és többször el kellett olvassam, hogy felfogjam, hogy miről van szó. Tehát 30 éves alkotói válságban 1000 oldalnyi szünet. Hát mondjuk 2000 oldal vagy olyasmi. De most már ugye igen, tudjuk, hogy ez sokkal több. Mi történt ez alatt, amikor leírtad 1000 oldalnyi, de amúgy most már 2000 oldalnyi szünetnél? Ilyenkor mi indult be? Nem tudom. Tehát nekem van olyan történetem, novellára tudok igazából reflektálni, ami, nem tudom, valamikor egyszer kitaláltam, pontosabban, na elmesélem ezt az egészet, mert a hadseregben, 88-ban engedtek el engem román hadseregből, elég sokat voltam, másfél évet. És ott meséltek egy történetet, hogy egy fiatalember fegyveresen megszökött, és éveken át fönt volt a hegyekben, hazament a falujába, a juhokhoz, és fönt volt az erdőn, és a juhokkal, és nem tudom, és egyszer lejött valahol ott Kömpulung-Muscsel térségébe, lejött a faluba, és ott összeverekedett valakikkel a kocsmába, és megszúrták. Hasba szúrták, és be kellett vinni a kórházba, és ott derült ki, hogy már 4 éve megszökött a katonaságból. Ezt a hadseregben mesélték nekem. És ugye 88-ban szabadultam onnan, és akkor 2000 nem tudom hányban, nekem eszembe jutott ez a történet. Bementem a Vásárhelyi megyei könyvtárba, és kivettem az összes transzumáló juhászkodásról szóló szakirodalmat, ami nem kevés, azt mind elolvastam, és akkor írtam egy novellát, az lett a címe, hogy a pásztorok királya. Megírtam ezt a katonaszökevény történetet. Na most, hogy ugye, amikor én először hallottam ezt a sztorit, pontosabban, gyerekkoromban hallottam ezt a megszúrásost, Kömpulungon volt ott valaki rokonom, ott. Mesélték ezt. A katonaságban megint találkoztam vele, és utána eltelt bő 10 év, de több, és akkor egyszerűen megkezdett ez engem foglalkoztatni. Csak ugye mind a két nagyapám juhász volt, de én nem voltam juhász, tehát azt, hogy ezek a juhászok hogyan éltek fönt, az arról tudok, én sok mindennek irándultam. De azért mégis utána kellett olvasni egy ilyen jó 600 oldalt, vagy 1000 oldalt, vagy nem tudom mennyit, amit lehetett, ebből elolvastam. És akkor utána lett ebből egy novella. És persze van, hogy sokkal egyszerűbben történik, de igen, erre azért így büszke vagyok, hogy egy ilyen 15 vagy 20 éves történet zajlik bennem. És azt gondolom, hogy minden, amit hallok és minden, amit látok, az valahol ott van. Hogy mit tudok előhozni és mit hoz elő egy helyzet vagy egy körülmény, az egy teljesen más kérdés. Egy író hogy tud megélni Erdélyben? Megélni sehogy. Tehát a létkérdés, hogy ezt is feszegeted a könyvben, hogy nem is foglalkoztál vele soha. És hát, hogy ezért szülőket kérdezünk, biztos nem az az első, hogy azt ajánlják a gyereküknek, hogy mennyi írónak, mert fiam, abból nem lehet megélni. Hát erre ugye két verzió van. Igen. Az egyik, amik azt mondja, na fiam, válaszál van a szakmát, amiből meg lehet. Na most ugye látjuk, hogy mit tudtunk? Tehát 20-valány évvel ezelőtt, 30-valány évvel ezelőtt én egy kőolajipari liceumban tanultam. Akkor geológiából azt tanultuk, hogy 20-30 éven belül a kőolaj el fog fogyni. Jó szakmára készültünk, tehát igen, most már jó lenne, hogyha mondjuk olajmérnök lettem, akkor most Norvégiában élnék, és ott rengeteg pénzem volna. De nem ez lett, ugye író lettem. Másik ugye azt tanácsolja, a másik típusú szülő a gyereknek, hogy fiam, akármit csinálj, de érezd jó magad benne, és lehetőleg minél kevesebbet gyere haza pénzért, mert ahogy ezt mondták az egyik fiatalember, hogy ugye írják a hadseregbe, ha már erről beszéltünk, hogy
Józsikám, örülünk, hogy jó vagy, de tudd meg, hogy azt a levelet, amiben pénzt kértél, nem kaptuk meg. Ez ilyen, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy azt gondolom, hogy válasszuk ezt a két dolgot külön. Igen. Az irodalomból és írásból megélni Erdélyben azt tud, akinek a magyar állam valamilyen formában több-kevesebb ösztöndíjat és juttatást ad. Stop. Publikálásból Erdélyben megélni nem lehet. Publikálásból Magyarországon is azok tudnak, akiket vagy a magyar állam, vagy pedig valamely színház játszik és patronál, és vagy akit németre, vagy amerikaira, vagy japánra, vagy nem tudom mire fordítanak. És erre van egy ilyen menedzsment, és marketing, és nem tudom, és vannak. Tehát azt gondolom, nem tudom hányan vannak, de olyan túl sokan nincsenek. A többiek mind csinálnak valamit, dolgoznak, vagy tanítanak, vagy újságírók, vagy tévés, nem tudom, mit csinálnak. Tehát azt, amit. Librettókat írnak, vagy nem tudom, csinálnak, és akkor az úgy valahogy a széle meg a hossza összejön. Tehát aki irodalommal akar foglalkozni Magyarországon, vagy a magyar nyelvterületen, az készüljön fel arra, hogy most még olcsó a krumpli, de majd drágább is lesz. Mégis azt mondod, hogy egészen biztos, vagy legalábbis azt írod, hogy egészen biztos voltál te abban, hogy Erdélyben maradsz. Tehát akkor sose fordult meg a fejedbe, hogy elmegy Magyarországra, vagy akárhova máshova. Miért voltál ennyire biztos Erdélyben? Mert ez érdekelt. Tehát ugye én ott éltem a határ mellett, tulajdonképpen ahogy most is nagyon sokan vagyunk, hogy ugyan Romániában élünk, de mentálisan, végülis a Duna TV-től veszük az időjárást, hogy milyen időjárás lesz Moldvában. Tehát igen. Ez akkor is így volt, most is így van. De mivel ugye tehát a családnak a fele, meg a családnak az a fele, amelyikről azt gondoltam, hogy a sokkal jobb, mint az a fele, az itt élt, és akkor nekem állandóan egy ilyen erdélyi hiányom és egy ilyen erdélyi nosztalgiám volt. Most már el tudom mondani pontosan, hogy mi volt az óriási különbség, az érzelmi kultúránk. Tehát Erdélyben egy sokkal szívélyesebb és egy sokkal emberibb kommunikációs világot ismertem én meg. Tehát ugye most már nem gyakori, tehát a fiatalok már nem. De azért még az én korosztályom, vagy az én korosztályomnál idősebb korosztály, a mostani 60-70-es éves emberekkel, bárhol egy faluban, egy kocsmában, egy buszon, egy vonaton, egy alkalommal nyugodtan el lehet beszélgetni, és meg lehet, ugye közös ismerős most már szinte mindenkivel van, már csak ennyien vagyunk, tehát az nem olyan sok. És hogy kapcsolatokat lehet létesített, hogy ez működik. Ha vonattal megy az ember Budapestre, akkor Püspökladányig még az emberek beszélgetnek, Püspökladány után mindenki elhallgat. Na, ez az elhallgatás, az a hallgatás, ami nem ma kezdődött, tehát hogy mondjam. Ahogy haladunk nyugat felé, az emberek egyre távolságtartóbbak, megvan ennek az oka. Nem azért, mert hülyék. Mi se vagyunk annyira jók, tehát nem erről szól. De igen, ez a fajta szívélyesség, azonnaliság, amit itt ne keverjük össze a székely vendéglátásra, meg egyetem, mert az is egy mitosz, de hogy igen, azt gondolom, hogy ez iránt volt nekem egy nagy-nagy vágyam, hogy akkor valami egy olyan szerű helyen, vagy egy olyan szerű világban szeretnék élni, ahol ez a fajta, nem tudom, otthonosság, megteremtető, vagy újraélhető, vagy valami. Nem igaz, hogy Nógrádban, vagy a Dunántúlon, vagy valahol Magyarország eldugott vidékein nincsenek hasonló emberek, hasonló arcok, hasonló gesztusok. Tehát vannak, de hogy nem ott is. Csak oda nem járunk igazából. Tehát azt hiszem ez volt a. És hogy egyszer volt egy ilyen nagy krízisem, harmadéven, ugye magyar szakma harmadéven a finnugor nyelvészet az eléggé, meg a pedagógia, az ugye föladta a leckét annak idején, ez egy ilyen küszöbé volt. Meg a harmadév egyetem az mindig egy ilyen problémás. És akkor gondoltam, hogy nekem kőolajkitermelő szakmám van, én elmegyek Norvégiába. Hagyom ezt az egyetemet a buszba, úgyse lesz ebből semmi. Akkor az írás se nagyon ment, és akkor kint is voltam Budapesten, felhívtam a
nem tudom milyen munkaközvetítő izét, hogy akkor kőolajkitermelő szakmunkás, nekem az a diplomám. Nem dolgoztam, de és mondta, nagyon jó, nagyon jó. Mondtam, egyetlen kis probléma van, hogy én román állampolgár vagyok. Semmi gond, romániai képviseletünk is van. Azt tessék fölhívni, mert állampolgárság, meg vízum, meg nem tudom, micsoda, fel is hívtam a Bukarest ízét. Ott is nagyon örültek neki, csak mondták, hogy 1000 Deutsche Mark kaució. És nem volt 1000 markám, hogy kifizessem a semmire. Ugye ezen a norvég kőolajhajókon meg nem tudom mire, el kellett végezni egy elég komoly túlélési tanfolyamot. Mondjuk azt túl tudtam volna, tehát nem hegymászó voltam, katona voltam, tehát nem egy probléma, de igen, erre itt, tehát ugye az ember román állampolgár volt, kellett. Akkor erre be kellett fizetni. A magyaroknak nem kellett, de onnan meg nem ment senki Norvégiába. Tehát. És de azért nekik nagyon jó, hogy itt maradtál. Hazajöttem, elvégeztem az egyetemet, és akkor meghívtak a látóhoz, és azóta nem is akartam én elmenni többet. Nem, eszembe sem jut. Párizsban azért szívesen élnék ugye egy-két szemeszternyit. Azzal nem lenne még, gond. Még, de... nem még szó se tudhatod, hát, hogy hagynak enni. Ez pedig egy rózsatorta, rózsaszelet, ugye? Köszönöm. Köszönjük szépen. Tehát, hogy tudjad, hogy ez a desszertünk. Azért egy a Haller Kastély szállónak nagyon jó étlapja van az étteremnek tulajdonképpen. És tényleg most is nagyon kitettek magukért. Mi viszont folytatjuk a beszélgetésünket a jövőről. És hát nem tudom, ez az egyik kedvenc részem volt a könyvben, ez a de szócska, vagy az ennek való használata. Eleve úgy is kezdődik a könyved, hogy édesapád azt mondta, hogy devel, nem kezdünk mondatot. És te azt mondtad, hogy de igen. A könyvet is így fejezed be, egy devel. Mit jelöl ez a de? Mi jön ezután? És akkor még mi van? Hát, hogy csak egy fél életmű, ugye ezt is mondta apám. Igen, ez arról szólt, nem császít semmit. A család is, meg a vagyon is, meg úgy, hogy sehol semmi, szóval ez a művészlét, vagy nem tudom, ez a kallódó értelmiségnek készültél, az is lettél. És mondtam, hogy ott van az életművel, Pocos mondta, hogy az csak egy fél életmű. Uh-huh. Ugye, tehát a Jókai az 100 kötet, tehát most én is nem tudom, akkor 6 kötetem volt, azt hiszem, vagy 5, vagy nem tudom, hol tartottam ebbe. És ez így megmaradt, hogy hát igen, még kellene. Uh-huh. Kellene írni, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen második világháborús regényt, ezt a marosorbói csatát, amit zajlott, azért ezt is valahogy útba kell ejteni, meg egyáltalán ezzel most már elég jó haladok. És hát még volna ugye a 89-es Bukfencet, igen, hogy ott azért mi történt. Tehát ugye most már ahhoz képest is eltelt 30 év, arról is lassan lehetne már mesélni. Jó, hogy a Kincses Réka a Balkánbajnokban, meg ugye van azért egy-két film, meg egyáltalán, de mondjuk a román prózaírók, akár a Dán Lugu, vagy a Filip Flórián, vagy a Bogdán Szucsáva, vagy egész komolyan nekiálltak feldolgozni ezt a korszakot. Gondolom, hogy majd erdélyek is. Királyfarkas mondjuk igen írt róla, meg azért vannak itt is olyan, hogy akkor nézzünk csak szembe azzal, hogy mi is történt. Az ugye pont most néztük, hogy a látónál, most előszedtünk valamilyen 70-es évekbeli levelezéseket, dokumentációt, és ugye az akkori főszerkesztő 71-ben, Hajdú Győző, az Igazszó főszerkesztője, tudjuk, hogy ő elég komoly belügyi ember volt, Amerikában járnak történetesen, és hogy Gyészabó Bélától kér 3 képet, hogy az ottani magyaroknak ajándékozza, vagy értéke, nem tudom, mi lett a képekkel. Na, és akkor ugye, tehát, hogy vannak érdekes történetek,
A másik, ami nagyon furcsa és nagyon kellemetlen, ennek sem fog senki örülni majd. Ha ugye itt a titkosszolgálati iratokból egymás, mert ugye most már elég sok minden publikus, meg elég sok minden hozzáférhető, meg átlátható, és akkor hogy ennek utána járni, hogy egyrészt ugye pontosan tudjuk azt, hogy egy titkos szolgálat, akit be akar szervezni, az beszervez, tehát mese nincsen. Minden eszközük megvan hozzá, legalábbis a 80-as évek végéig minden eszközük megvolt hozzá. Ugyanakkor ez az egész erdélyi társadalom azt mondja, hogy mindennel szabad foglalkozni, velük nem lett volna szabad együttműködni. És ugye van itt egy óriási paradoxon, ugye, hogy lehet ennek az elnyomott erdélyi magyarságnak egy ekkora morális feladatot a nyakába tenni, hogy na ezekkel nem lett volna szabad paktálni. Hát nem te paktálsz velük, hát azt csinálnak veled, amit akarnak, de nincs. Na, és hogy igen, ebben azért kellene egyet más látni. Ugye azt is pontosan tudjuk, hogy mindazoknak, akiknek nincsen dossziéjuk, mert pedig fontos emberek voltak addig, azok aktívak, tehát azoknak nem adják ki még a dossziét. Hiába mondja valaki, hogy neki nincsen. Bocsánat, tehát nincs mit erről. Na, és hogy ugye megint ugyanazok a hazugság szisztémák, hogy most ezek sajnos ismétlődnek és folyamatosan mennek tovább. Tehát egyszerűen nem lehet ebben a közéletben úgy mozogni, és nem lehetett akkor úgy mozogni, hogy valamilyen módon az akkori szervek, vagy a mostani szervek ne készítsenek az emberről feljegyzéseket. Tehát ilyen nincsen. Tehát én is most ugye beszélhetek itt mindenről, ha mondjuk 4 év múlva, nem tudom, szenátornak jelöltettem magam, akkor kiderül, hogy 500 oldal van róla mindenütt. Tehát van. Tehát ne legyen ez kérdés. De nem baj, csak ugye ne ebből építsen valaki házat. Akkor azt hiszem, hogy van még bőven ötlet a tarsajodban, és a de igen, után lesz. Még jó sok minden van, és ennek nagyon örülök. Remélem, hogy még jó párszor ülhetünk itt, és különböző könyveket ide téve beszélgethetünk. Én egy záró kérdéssel fordulok hozzád, méghozzá egy nagyon szép gondolattal, mert azért nagyon sok nehézségről, fájdalomról írsz ebben a könyvben, de volt egy nagyon-nagyon szép gondolatod, ami nagyon megfogott, és ezt szeretném tényleg szó szerint. Tehát az élet valójában szép, Isten valahol a lombkorona szintjén bandukol a nyomunkban. Most is így gondolod? Isten? Igen, persze. Tehát aztán Buber mondja, hogy nem az a kérdés, hogy van-e Isten, az a kérdés, hogy mi vagyunk-e. Tehát, hogy ez így, azt gondolom, hogy az ember elég sok éjszakát töltött kint a vadonban egyedül, hóviharban, akkor transzcendencia az a helyén van. Mi nem tudunk vele mit kezdeni. Nekünk vagy sok, vagy kevés. Jaj, az nem úgy van, hogy majd a lottó nyereményt elintézi helyettünk, meg megoldja az életed problémáit, de az, hogy tulajdonképpen az ember a semmiből jön, vagyis a láthatatlanból, a nagy egészből, vagy nem tudom miből, abból, amit nem létezőnek gondolunk, és itt eltipeg egy kicsit, és jön, és utána visszatér oda. És hogy nem ez a látható, és ez a sok műtyűrös, furcsa valami, nem ez a nagy, hanem az a másik. Ahol a többi 100 millió, nem tudom, mindaz, ami nem megfogható, és nem tapintható, és ami most itt van, és akkor egyszer csak széthull. És mi mégis tudunk arról beszélni, mert ugye a jelek, és a jelenések, és a szimbólumok, és hát a történeteink beszélnek arról, hogy volt valami valahol, valamikor, egykor, régen, és azt leírták, megfogalmazták, átadták, holott csak azáltal van, hogy beszélünk róla. Azt gondolom, hogy ez nincs, tehát, hogy én... hogy azt nem biztos, hogy Istennel, vagy egyáltalán a transzcendenssel a problémát én úgymond megoldottam, de az úgy rendben van. Hát, és sok Nietzsét olvastam te. Köszönöm, Gábor. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, azt is, hogy beengedtél minket egy kicsit a világodba.
Már csak a könyv kapcsán is, én ajánlom egyébként a nézőknek azt, hogy mindenképpen olvassák el, nem csak azért, hogy megismerjenek téged, hanem azért, mert egy élmény lesz ez a könyv. Én most hagyom, hogy kóstold meg ezt a tortát, hogy ígyük meg a borunkat, vagy élvezzük ezt a szép pillanatot, hogy együtt töltöttük ezt a szép a vacsorát tulajdonképpen, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velem, remélem jól érezted magad. Igen. A műsor kiemelt partnere a marosugrai Haller Kastély szálló.